Már-már koranyárjas időben csapatunk Szűcs, Gasner, Lapos, Vékony, Lencsés, Bori, Popovics, Denzinger, Hírman, Vörös, Sóron összeállításban kezdte a 27. fordulóbeli hazai mérkőzést. A lendületes kezdést a harmadik percben Vörös csel sorozata utáni 18 méteres lövése, ami a védőkön megpattanva az alafalon túlra pattant, jelentette. A lendület folytatódott, hiszen a 7. percben Bori indításával Gasner az alafalonig futott, belőtt labdáját Denzinger három lépéssel a kapuba pöccintette, ezzel 1-0-ra vezette a csapatunk. A 16. percben újabb Gasner elfutása jobb oldalon, beadását Denzinger egy igazítás után 8 méterről a kapu bal oldalába bombázta. Kicsit lankadt a lendület, ennek következtében kétszer is komolyban veszélyeztettek a vendégek. Előbb Major, jobb oldali beadás után Mayer lőtt, szöglet lett, majd a szögletünket követően ismét Mayer lépett ki a felazult védekezés miatt, Herjeckit hozta a helyzetbe, de ő elvacakolta a lehetőséget. Következő percben Sorron is kapott egy remek labdát a jobb oldalról, de nem sikerült az eredményes befejezés. A 42. percben Sorron ellen követtek el szabálytalanságot a kaputól 25 méterre, el is vállalta a lövést, de a labda fölé szállt. A félidőben 2-0-ra vezetett csapatunk. Második félidőt jobban kezdték a vendégek. 47. minutonban Bagó indult meg 18-ról tüzelt, Szűcs nagyot nyújtózva ütötte ki a labdát az alafalon túlra. 54. percben Gasner jobb oldali beadását Vörös elvétette, a Sorron elé került, aki 10 méterről rátűzte, de Hásfalvé bravúrral mentett. Az 57. percben Vöröst Linácsik váltotta. A 72. percben Popovics baloldali sarokrogás után Linácsik 10 méterről fejelt, a labda földről felpattanva a léc fölé hagyta el a játékteret. 3 perccel később Bori és Popovics helyett Penlik, valamint Kovács Botond lépett pályára. Utóbbi először kapott lehetőséget az első csapatban. 84. percben egy másik újonc, Kincses Márk lépett pályára, a két gólos Denzinger helyett. 2 perccel később Kincses az alapvonalig vitte a labdát, visszagurítását Sorron egy csel után 10 méterről lőtte rá, és szöglet következett, ami után Mlinácsik 10 méteres fejese kapu fölé szállt. Egy újabb perc múlva Sorron jobb oldali beadását Penlik kissé kisodródva lőtte rá, de Hásfalviról kipattant a labda. Az utolsó játékpercben Sorron lekészített labdáját az újonc Kovács Boton 17 méterre lőtte centikkel a kapu mellé. Ezúttal bő fél óra elég volt a győzelemhez. Szép támadásokat vezetve több lehetőség nyílott a gól szerzésre, de ezek mind kimaradtak. A második félidő elején valamivel többet nyújtottak a vendégek, de a hajrában visszaállt a rend, és akár több gólos is lehetett volna az egyébként biztos győzelem. Gondolom, te nem így gondoltad ezt a mérkőzést, hogy vereséggel tértek haza, hogyan tudnád értékelni a találkozót? Sajnos nem úgy indult a mérkőzés, ahogy elterveztük, ez már a sokadik olyan mérkőzés, hogy az első 10 percben gólt kapunk egy figyelmetlenség után. Ráadásul ebbe az első negyed óra 20 perc a mérkőzés elején nekünk is megvoltak azok a sanszaink, amikkel helyzetet, zicsert, gólt tudtunk volna szerezni vagy kialakítani. Sajnos itt két gólos hátrányba kerültünk. Onnantól kezdve viszont én úgy gondolom a bicskei csapat a rutinjával lehozta a mérkőzést, és megérdemelten nyert, mivel az első félidő végén és a második félidő elején volt egy ilyen 15-20 percünk, ami tényleg a miénk volt, amikor a kapusoknak bravúra kellett védenie. Ott visszajöhettünk volna a meccsbe, sajnos nem sikerült gólt rúgnunk. Mit mondtál a szünetben játékosoknak, való 0-2-vel nem voltál elégedett? Hát egy kicsit át kellett szervezni a csapatot pont azért, hogy azok a szituációk ne forduljanak elő többször, ami a két gólt eredményezte az ellenfelünknek. Nem is volt a második fél időben, az utolsó 10 percben volt ehhez lehetősége a bicskei csapatnak, de akkor már teljesen nyitottak voltunk, nyíltak voltunk, mivel megpróbáltunk közelebb kerülni az eredményhez a csapathoz. A mérlegetekre ránézve, haza is a vendég, illetve az idegenbeli mérkőzésetekre, idegenben jobban szerepeltek egyébként, mint otthon. Mi ennek az oka? Nem tudom az okát. A fiataljaink ismerhetetlenek, sajnos ők elég hullámzott teljesítmény nyújtanak. Most ez a tavaszunk nem olyan úgy alakul egyelőre, mint ahogy az ősz alakult. Megpróbáljuk megtalálni azokat a kis nüanszokat, amik majd a mi javunkra fogja eldönteni a mérkőzést. Vannak ügyes fiatal gyerekek, akik ott kopogtatnak az egynek a kapujában? Szerencsére igen, van egy-két olyan játékosunk, akire úgy gondolom, hogy hamarosan az NB1-es csapatunk fog tudni számítani. Uh-huh.
Gábor, köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kívánok nektek. Mi is köszönjük, sok sikert a Bicskének. Köszönjük. Gratulálok Csaba ehhez a nagyszerű győzelmhez, maga biztos győzelmet adottunk a Gyirmut FC 2 ellen. Te hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Köszönjük szépen. Én úgy gondolom, hogy megálmodtuk a mérkőzésnek az első 20 percét, minden ült, hogy föltoltuk, magasan védekeztünk, ebben a bajnokságban nagyon keveset csináltuk ezt, de nagyon jól sült el, azért voltak meglepetések a csapaton belül is, ugye pozícióban nem ugyanazok a játékosok játszottak, egy kicsit változtattunk, nagyon jól sikerült, két szenzációs akció volt rúgtunk, azért ezt szeretném kiemelni, hogy akció volt. Onnantól kezdve természetesen a másik fél időben az ellenfél is magára talált, de én úgy gondolom, hogy még voltak olyan mérkőzés labdáink, hogy esetleg, hogyha azokat berúgjuk, akkor nagyobb arányú siker is lehetett volna, de természetesen nem vagyok elégedetlen. Hát ugye, hogy a múlt héten nyilatkoztam az óvári mérkőzés után, hogy mindig vannak apró célkitűzések, hogy mit szeretnénk elérni, megint egy mérföldkőhöz értünk. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy a tabellán most az ötödik helyet foglaljuk el a bicskei MB3-as korszakban, egyszer volt még nagyon régen egy ilyen eredmény, de én úgy gondolom, hogy a mostani nagyon erős bajnokságban az, hogy ötödik helyen van a Bicske, ez egy hatalmas dolog. Hát egy ilyen kopogtatunk most már negyedik helyre, ez csúcs lenne a Bicske történetében. Megvan a hetedik hazai győzelmünk, ugye az öt idegenbeli mellett egészen jó szereplünk idehaza most már. Hát, hogyha kicsit úgy elemezgetjük, természetesen a nyert mérkőzések száma is elég jól néz ki. Én úgy gondolom, hogy a kapott gólok száma is ahhoz képest, hogy milyen hullámhegyeken keresztül mentünk az egész bajnokságban, én úgy gondolom, az is nagyon jól néz ki. Azért szeretném megemlíteni, hogy van két olyan védő belső párosunk, aki az, én úgy gondolom, hogy magasabb szinten is együtt nagyon-nagyon alkalmasak lennének jó futballra. Hát természetesen most egyesével nem szeretnék kiemelni mindenkit, de ma nagyon-nagyon jót játszott a csapat, hatalmas volt a rutinos játékosoknak a hozzátett, plusz a fiatalabb játékosoknak is, ugye ma is voltak bemutatkozó játékosok, akik most léptek először NB3-as mérkőzésen pályára, sőt, még rúghattak volna a végén, ők is volt, és nagyon sok olyan pozitívum volt, de ami nekem mindig a legfontosabb, hogy egy nagybetűs csapat volt a pályán, ez meglátszott mindenben, amikor egy pici tűz volt a pályán, akkor is együtt az egész csapat ott volt. Én úgy gondolom, hogy a csapat egységünk az a szenzációs, és a srácok is kezdik átvenni azt a habitust, amit én képviselek, meg azokat a gondolatokat, ugye egyre jobban nézünk ki, természetesen azért, hogyha a pályánk, ami most ugye lesz kezdve majd holnapi nappal itt a felújítása, akkor még többre leszünk képesek, de így is azt mondom, hogy példaérték, ahova jutottunk eddig. Úgy néz ki, hogy a visszajátszók, akik a BTC 2 csapatában játszanak, jobb tesz nekik az a játék, amit ott a játék lehetőségre kapnak, hiszen itt a Pejlik esete egészen jól szállt be a meccsbe. Így van, ugye játékosként én is pláne, amikor még fiatal voltam, akkor ugye volt még tartalékbajnokság, és amikor az ember a szombati napon az NB1-es tévés meccsen szerepelt, de esetleg csak egy fél időt, és vissza kellett játszani a tartalékbajnokságban, nem biztos, hogy az ember ilyenkor mindig szívesen jól fogja fel ezeket a dolgokat, de ezen a szinten is eljutottunk odáig, hogy nekünk nagyon rendkívül fontos a második csapatunk. Ugye ott is szeretnénk minél jobban szerepelni, és ehhez partnerek azok a játékosoknak van lehetőségük ugye visszajátszani. A tegnap ugye a kettes csapatunk is győzelmet ért el, és ugye ma azok a játékosok, akik tegnap pályára léptek, kaptak lehetőséget, és mondom, hiba nélkül jól szálltak be, és ami nagyon pozitív, hogy kezdenek több szurkoló ugye kijönni, és ugye itt aki látta a mérkőzés utáni ünneplést, az tényleg fenomenális volt, ilyen kis klubként, egy ekkora szurkolótáborra mindenki beletett mindent, a csapat is nagyon boldog volt, úgyhogy most én úgy gondolom, hogy minden kerek itt Bicskén. Következő fordulóban megyünk a Kelen SC-hez, mire számíthatunk ott? Hát természetesen, ha már ideig építkeztünk és eljutottunk erre a szintre, hogy itt vagyunk az ötödik helyen, akkor ugye oda is azért utazunk, hogy szeretnénk a három pontot megszerezni, de természetesen tudjuk, hogy az is egy jó csapat a Kelen. Nem lesz egy egyszerű dolog, de én úgy gondolom, hogy héten maximálisan föl fogunk tudni készülni. Még így is a mai mérkőzésen voltak kulcsembereink, akik hiányoztak, ők már a jövő hét végére rendelkezésemre fognak állni, és akkor én úgy gondolom, hogy a következő hazai mérkőzésen, akit a Győri Etóval fogunk játszani, akkor egy nagyon jó kiki mérkőzést tudunk itt játszani. És hogyha esetleg addigra úgy alakulnak az eredmények, akkor talán ez egy 6 pontos mérkőzés lesz, és utol tudjuk őket érni, vagy talán megelőzzük.